Szeretném leszögezni, hogy a Mi Hazánk mozgalom se nem vírustagadó, se nem oltás ellenes párt. Csupán egyedüli nemzeti értékrendű pártként a magyar emberek érdekeit tartja mindig, minden körülmények között a legfontosabbnak, és szem előtt természetesen. Ilyen körülmény az elmúlt több, mint egy év példája is, ami jó arra, hogy számot vessünk a koronavírus okozta társadalmi lenyomatról. Mint azt mindannyian láthattuk, rengeteg visszásság volt az elmúlt időszakban, mint például a kis és középvállalkozói réteg több szektora, vendéglátás, turizmus, személyszállítás, vagy akár a szórakozó ipar minimális segítséggel, de útszélen hagyása, miközben a multik és cégóriások pedig milliárdokkal lettek támogatva. A csőd szélére tolt családi vállalkozások bezárása, a kisboltok szigorú szabályozásai és a nagy bevásárló központok plázák létszámkorlát nélküli extra profitot termelő kontrasztja, vagy a társadalomra erőltetett, a bezártságot erősítő, teljesen felesleges kijárási tilalom, és egyes vezető politikusok erre az időre időzített titkon indult, de polgárpukkasztóvá váló luxusnyaralásainak abszurditása egészen szembetűnő. Röviden összefoglalva tehát, a jelenlegi vírushelyzetnek is megvannak a haszonélvezői és a kárvallottjai, a szűk mesdjére szorult korlátozottjai és kiváltságosai is. Ami viszont ennél is fontosabb, hogy nem esik szó arról, hogy hányan esnek áldozatául az egészségügyi ellátatlanságnak, hogy van-e értelme az észszerűtlennek tűnő lezárásoknak, és az európai átlagnál kétszeresen nagyobb, a kormánypropaganda gépezetből ránk ömlő kampányokán történő oltakozási kedvnek, az esetszámok és az elhalálozottak száma ellenére, ennek ellenére is negatív rekordokat döntenek meg. Nem vagyunk a téma szakértői, sem virológusok, sem orvosok, mégis szembetűnő, hogy bár kihangsúlyozva nem kötelező az oltás, az mégis egyre inkább erőltetik a lakosságra, miközben folyamatosan derülnek ki visszásságok egyes oltóanyagok kapcsán, melyek közül van, ami az átlagnál lényegesen nagyobb arányban okoz maradandó egészségkárosodást, vagy legrosszabb esetben akár halálesetet is. Amíg más országokban visszahívják, vagy betiltják, amíg névváltoztatás is fontolgató AstraZeneca oltóanyagot, addig nálunk minden további nélkül oltanak vele embereket, valamint a nem a megbízhatóságáról elhíresült Johnson & Johnson Janssen nevű oltóanyagából több mint 4 milliót kötött le országunk. Eközben a Vatikán elhatárolódik tőle, az USA az oltóanyag felfüggesztését kezdeményezte, 5 európai ország pedig be is tiltotta a Johnson & Johnson egy fázisú oltóanyagát. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a héten tartott kormányinfóján többek között kifejtette, hogy jelenleg a világ legnagyobb üzlete a vakcina beszerzés és értékesítés, és mint látjuk valóban, hiszen lassan számolatlanul érkeznek hazánkban, az újabbnál újabb, szinte nap mint nap a földből kinövő készítmények, és azt csak remélni tudjuk, hogy a magyar kormány nem, mint a világ legnagyobb üzletére tekint erre. Éppen ezért érzi pártunk visszásnak, hogy az oltás lehetőségének megadása és annak önként történő választása helyett egyre nagyobb erővel és propaganda gépezettel igyekszik a kormány a beoltottak számát maximalizálni, és egyes szolgáltatások igénybe vehetetlenségét előrevetíti az oltást felvenni nem kívánók számára. Pártunk ütemtévesztésnek és átgondolatlannak tekinti a jelenlegi helyzetet, akár csak a sok esetben értelmetlen lezárásokat is. Nem tudjuk elfogadni sem azok észszerűségét, sehol, semmit nem érő oltási igazolvány sem, mint ahogy az sem, hogy Magyarországon bárkit is bármilyen hátrányos megkülönböztetés érjen csak azért, mert saját megítélése szerint nem szeretné az oltást igénybe venni. Mára bebizonyosodott, hogy sok esetben a beoltottak jelentenek veszélyt a nem beoltottakra, hiszen az oltás ellenére is elkaphatják és terjeszthetik a vírust, hogy a szélsőséges példákat már ne is említsük, de az mindenképpen szükséges, hogy senki semmilyen érdekek miatt nem játszhat hazánkban sem az emberek egészségével, sem pedig alapvető emberi jogaival. A Mi Hazánk mozgalom felhívja a kormány figyelmét arra, hogy a már lassan a csapból is folyó, már-már kontraproduktívá váló oltásfelvételre buzdítás és a növekvő nyomás a diszkrimináció bármilyen kilátásba helyezése helyett biztosítsa állampolgári számára a szabad, kényszertől mentes, saját maguk által meghozott döntés lehetőségét és a normális, korlátozásoktól mentes, szabad életet. Ez a mi döntésünk, a mi életünk, a mi hazánk.